Jó estét kívánok! Önök a TV Ajka híradóját látják január 19-én hétfőn. Nézzük legfontosabb híreinket röviden. Két autó ütközött Ajka Bakon vasárnap. Megkezdődött a farsangi bálok időszaka. Két próbajátékos érkezett az FC Ajkához. Az LMP átgondolatlannak tartja a Fejlesztési tárca otthon melege programját, ami az ellenzéki párt szerint a lakások energiahatékonyságának javításában nem hoz érdemi előrelépést. Szél az LMP társelnökének az MTI-hez eljuttatott közleményében keveselte a társasházak szigetelésére fordítható 10 milliárd forintnyi támogatási összeget. Mint írta, a jelenlegi tempóban az érintett 3 millió lakás felújítása 150 évig tartana. A politikus szerint elfogadhatatlan, hogy a 60 lakásosnál nagyobb társasházak nem pályázhatnak a forrásra, amelyet a legfeljebb 50%-os támogatási szint is sokak számára elérhetetlenné tesz. Vannak még hatékonysági tartalékai a hazai szőlészetnek és borászatnak. Hangzott el vasárnap a második Bországgyűlés című rendezvényen Ópuszta Szeren. Gál Péter az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban szervezett szakmai tanácskozáson elmondta, komoly lehetőségek rejlenek az integrált növényvédelemben, illetve a bió- vagy biodinamikus birtokokban. Az eredetvédelem lehetőségeinek eredményesebb kihasználása is hozzájárulhat az ágazat jövedelem termelő képességének javításához, tette hozzá. Az elmúlt évtizedekben a minőség jelentősen javult, ezzel párhuzamosan azonban komoly technológiai váltás ment végbe a világban, ezért folyamatos fejlődésre van szükség, közölte a szakember. Az igazgató úgy fogalmazott: igény lenne a magyar bor közösségi marketingjének újjászervezésére. Ez nem csak a közvetlen eladás ösztönzést jelenti, hanem a borkultúra fejlesztését is. Két könnyű sérültje van annak a balesetnek, amely vasárnap délután történt Ajkán, ahol két személygépkocsi összeütközött. Frontálisan ütközött két személygépkocsi Ajka külterületén vasárnap kora délután. A helyszínelés alatt rendőrök irányították a forgalmat. A balesetben ketten könnyebben megsérültek, őket az Ajkai kórházba szállították. A helyszínre az Ajkai hivatásos tűzoltók vonultak két gépjármű fecskendővel, akik áramtalanították a gépjárműveket. A nyelvvizsga megszerzésében is segítik a diákokat, a Lasóber Mária Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskolában, Ajka Rendeken. Szirmai Névinkelman Amália igazgatótól megtudtuk, 6. osztálytól a tananyagba beépítik az alapfokú nyelvvizsga témaköreit is. A szorgalmas diákok a nyolc év alatt komoly nyelvismeretre tehetnek szert, ugyanis heti öt órában nyelvet, egy órában népismeretet tanulnak, valamint az alsó tagozatosok hetente egy testnevelés órán nemzetiségi táncokat sajátítanak el. Az intézménynek jelenleg 132 tanulója van. Az érdeklődő gyerekek délután történelem, informatika szakkörön mélyíthetik el tudásukat, énekkarba járhatnak, sportkörben, jóga, aerobik és kézilabda foglalkozáson vehetnek részt. A Tósok Berindért Egyesület idén is megtartotta nyílt disznóvágását a közösségi házban, Csendes Robert szervezésében. Szombat reggel 7 órakor már elkezdődött a pörzsölés, négy üstöt, négy bontószéket készítettek a malac negyedik Dezső érkezéséhez. Két böllér irányította a munkafolyamatokat, Palota Ferenc a hagyományokra alapozva, Rédling Zsolt pedig a legújabb technikai fogásokat bevetve. A jó csapatmunkának köszönhetően a segítők nagyon hamar végeztek a munkafolyamatokkal, 9 órára már hús nélkül árválkodott a rendfa. Hamar elkészült a kolbász, és kora délután már kifőtt a hurka, kisült a zsír is. Rekordidő alatt a sózóba kerültek a sonkák, szalonnák. Közben a konyhában az asszonyok serénkedtek, főzték a húslevest, sütötték a pecsenyét, a hurkát. Az idősebb korosztály egész napos teherbírását minden fiatal megirigyelhette. Az idei év munkáit segítette egy technikai újítás is. Német Ferenc készített egy nagy befogadóképességű képességű kolbász sütőkészüléket, amiben egyszerre 12 pár kolbászt lehetett megsütni rövid idő alatt. Az idei évben meglepetéssel is készültek a szervezők. Összeállították az idősebb, beteg, egyedül, rosszabb körülmények között élő falubeliek nagyobb családok népsorát, és kiskostolókat vittek nekik házhoz, sőt, még torsokberéndi hűtőmágnesekkel is kedveskedtek. A friss húsból készült leves, hurka, kolbász és pecsenye felszolgálása a közösségi házban délután 4 órakor kezdődött, és 7 óráig tartott. Szombaton vágtak disznót Ajkarendeken is, az Ajkarendekért Egyesület tagjai. Reggel 7 órakor indult a fiatalokból és tapasztaltabbakból álló csapat Földi Jóska portájához. A szévélyes fogadtatás után szegény malacnak semmi esélye sem maradt. Hamar a mázsára került, ahol nem kellett szégyenkeznie, 157 kilót nyomott. A művelődési házban már forró víz várta, a zászlós kíséretet pedig forralt bor. Vidáman folytak a munkálatok, annak rendje is mondja szerint. Este hatra zsúfolásig megtelt a nézőtér és a színpad. Az egyévestől a nyolcvanig minden korosztály képviseltette magát, és mindenki nagy megelégedettséggel kóstolta a finomabbnál finomabb falatokat. A friss csontokból készült húsleves utánozhatatlan, főleg ha egy nagy üstben fortyogva érnek össze az ízek. Nem is beszélve a töltött káposztáról, amelyik hét nyelven beszélt. A sült hús és a kolbász már csak hab volt a tortán az Ajka Rendekért Egyesület 9. disznótoros vacsoráján. Két próbajátékos érkezett az FC Ajka csapatához, Nagy Bálint és Elek Bence személyében. Zorán Kuntics, a labdarúgó MB2-ben szereplő Ajka vezetőjegyzője a klub honlapján elmondta. Jött két próbajátékos, az egyik nagy bálint, aki volt már nálunk, tehát nem számít újoncnak. A másik játékos Elek Bence Ceglédről, aki jó felépítésű csatár. Egyelőre itt maradnak, és majd eldől, hogy meg tudunk-e egyezni velük. A keretben egyébként van 3-4 játékos, aki keveset játszott ősszel, velük decemberben megbeszéltük, hogy január végéig velünk maradnak, és utána közösen eldöntjük, hogy maradnak-e, vagy az a célszerűbb, ha másik csapatot keresnek. Elkezdődött a farsang időszaka. A városban az első között tartotta meg mulatságát a jó szerencsét nyugdíjas klub Padrakúton. A 40 éve alakult klub életében ez már a 30. farsang. A mulatságra meghívták az összes a városban működő nyugdíjas klubot, így megtelt a ház. A vendégek között köszöntötték Dornár László önkormányzati képviselőt, Utasi Istvánt, a Humán és Sportbizottság elnökét, Kleinhans Teréziát, a Szociális Szolgáltató és Gondozási Központ vezetőjét, és Puskás Károlyt, a településrész önkormányzati képviselőjét. Mohos Imrénéver a klubvezető köszöntője után a képviselők is elmondták jó kívánságaikat az új esztendőre, és a farsangi szokásokról is beszéltek. A megjelent közel 150 vendég egy órás műsort láthatott, amelyet Szabó Jenőné Edit állított össze. Az előadás gerincét a János Vitéz modern változata adta. Egy kis modern zene is belefért a repertoárba, sőt, Lújza és Jenő is előkerült az elmúlt évszázadból. Az esti programot a klub színjátszóköre és énekkara adta elő sok humorral. A 30 fős szereplőgárda gárda évek óta sok-sok kellemes percet szerez a városrésznek a különféle rendezvényeken. A műsor utáni mulatság zenéjét Pék Attila és felesége szolgáltatta. A késő estig tartó rendezvényen a szerencsések több tombolán nyert tárgyat is hazavihettek. A látássérültek klubja a kaszinó báltermében tartotta nagyszabású farsangi mulatságát január 17-én délután. A 14 éve alakult klubot napjainkban Horváth Árpádné Julika vezeti, sok-sok programot szervezve. Az idei farsangi bálon több mint 200 jelentek meg. Minden ajkai klub elfogadta a meghívást, így megtöltötték a termet. A klubvezető köszöntötte a vendégeket, majd Utasi István, a Humán és Sportbizottság elnöke nyitotta meg a rendezvényt, kis áttekintést adva a farsangi babonákról. Ezután Szabados Gyuláné a klub fősegítője, támogatója összeállításával, konferálásával vidám jeleneteket adtak elő a klubtagok. A prózák után a Sasszem Kft. Takarító Brigád zenés-táncos nagy sikerű előadása zárta a műsort, majd Rezneki József zenéjére mulattak a jelenlévők. Kedves nézőink, a következő percekben néhány ajkai programot szeretnénk ajánlani önöknek. Január 20-án 16 órakor Légy Kreatív címmel alkotó foglalkozás lesz felnőtteknek a művelődési központban. Január 22-én 16 órakor ünnepi műsor tartanak a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Padrakúti Művelődési Házban. Január 22-én 17 órakor ünnepi műsor és az Ajkai Képzőművészeti Egyesület kiállításának megnyitója a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Szabadidőközpont kiállító termében. Január 24-én 10-től 17 óráig workshopot tart a Bahar Orientális Táncegyesület a Művelődési Központ Színház termében. Kedves nézőink, mai híradónk végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Friss híreinket az ajka.ma honlapon olvashatják. A folytatásban kérem tekintsék meg időjárási jelentésünket. A viszontlátásra! kedden sok felé kell számítani esőre, az Alpok alján esetleg havas eső is előfordulhat. Nyugaton és délkeleten élénk lehet a szél. Az enyhe hajnalt követően 3-10 Celsius fokot mérhetünk délután. Továbbra is délen, délkeleten lesz enyhébb az idő. Szerdán elszórtan, csütörtökön több felé kell számítani további esőre. Csütörtökön sokfelé megélénkülhet a délkeleti szél. A hajnalok jobbára fagymentesek lesznek, délutánonként pedig 4 és 10 Celsius fok közé melegszik a levegő.